Az Aranyszamár Színház művészei mutatják meg a 2 hónapos karanténból kiszabadult bábjaikat. Akkor belecsaphatunk, hölgyeim! Farkas, farkas, éj az eső, elkízan a fülerbővező. Nagy napot és farkas, farkasnak és rókakomának. Következő műsorszámunk Szisella, a kígyó királynő dala lesz. Kígyó népem, jaj, jelöksz! Kígyó népem, jaj, jelöksz! A barban szosszorom, álmokú szomászom, törzre teteredöm, földön tom a sziklom. Nyakamat gyújtóztatom, fejemet bezartom, tekintetem rám, rövid szemmel minden tőle bűvölöksz. Kígyó népem, jaj, jelöksz! Találkozunk a következő állomás! Oké, hova mentek el? Hova megyünk, jaj, merre? Jaj, jaj, jobbra, repülő! Repülő a repülőhöz! Gombóc Artúr dala következik. Hány csoki van a világon? Lukas csoki, tömör csoki, kerek lapos, négyszögletes, alig tudom elmondani. Azt mondják rám, dagadt vagyok, pedig én már alig eszem. Mindenről mondtam már le, megállt tőle szegény eszem. Lemondtam a húsról, tejről, narancsléről, zakkásáról, tejvegrészről, mokedéről, műszerről és madárról. De hát valamit enni kell. Nem élhetek sohasem. Csokoládét majd szolgatod. Reggel csőben ilyen nappal. Reggel csőben ilyen nappal. Reggel csőben ilyen nappal. Reggel csőben ilyen nappal. Tisztelt kurtalábú publikum! Üdvözlök mindenkit, akit megjelent ezen a gyönyörű napsütéses csütörtök délutánon. Sajnos szegény bábjaink az elmúlt 2 hónapban szekrényekben, dobozokban és ládákban voltak bezárva, nem játszhattak nektek, gyerekek és kedves közönségünknek. Szóval mesék a tejúton túlról! Pojti és Tücsök. Szállunk, repülünk előre körbe, nekem egy alma, neked egy körbe. Haladtunk, a bátrak útja az egész világot, körbe futja az egész világot, körbe futja az egész világot, körbe futja. Ez jó volt, köszi Pojti. És akkor tudod, hogy milyen csokit szeret Gombócak? Mi az Aranyszamár Színház voltunk, lássuk ki a sok előadásunkon, és addig is kitartás, és szép napot! Sziasztok!